Köszöntelek a csatornámon, ez a Kalandvágyból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok. Réka az olcsó repülőjegyvadászat nagymestere, így lehet az, hogy fiatal kora ellenére több mint 30 országban járt már. Legutóbbi utazási élménye Szaúd-Arábiában volt, ami egy meglehetősen zárt, a turisták felé még csak most nyitó ország, keveset tudunk róla, így nagyon megörültem a lehetőségnek, hogy beszélhetünk róla. Az útjai során igyekszik szóba legyedni a helyiekkel, akiken keresztül jól bele lehet látni az ottani szokásokba, életmódba. Ha téged is érdekel, hogy hogyan élnek ott az emberek, hogyan viszonyulnak a nők a fekete lepelhez, ahogy mi hívjuk, és hogy miért nincsen járda az országban, akkor tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Réka vagyok, hátizsákos utazó, elég sokat utazom, minél alacsonyabb költségvetésből így nagyon sok helyre el tudunk szerencsére jutni. Most legutóbb Szaúd-Arábiába jártunk. Jártam már sok arab országban, viszont Szaúd-Arábia nagyon különleges volt az érintetlensége miatt. Igen, ezzel kerestél meg, hogy Szaúd-Arábia legutolsó élményed, ez volt a legutolsó utad, ami... Nem, azóta az emírségekben is jártunk, de nemrég volt, egy 3 hete értem haza Szaúdiból körülbelül. Ugye említetted a bemutatkozásban, hogy hátizsákos turista vagy, hogyan indult neked ez az utazás? Hát már az egyetemi évek alatt indult, és igen, ez a hátizsákos utazási stílus, ez abból adódott, hogy nyilván az ember ennyi idősen még, ha tanul, akkor nem tud teljes állásban dolgozni, így a költségvetések nagyon fontosak, és minden, ami lehet, azon spóroltunk, nincsenek is nagy igényeink, azon kívül, hogy minél több helyre eljussunk. Innen indult, vagyis hát pontosabban szerintem apukámtól, ha lehet ilyet mondani, hogy örököltem ezt az utazási vágyat, mert ő is már nagyon fiatalon, nagyon sok helyen járt, és igazából ezt így átvettem tőle. Non-stop nézegettem a lehetőségeket, a fapados járatokat, és igazából mindenféle lehetőséget. Meg az is nagyban segít, hogy oda megyünk, ahol éppen olcsó, és nem vagyunk semmihez sem kötve. Tehát, hogyha az ember például csak a nyári időszakban vagy két ünnep között tud utazni, amikor ugye főszezon van, akkor nyilván sokkal drágább lesz. Szerencsére ezt nekem nem kell figyelembe vennem, és nem is úgy szokott egy utazás elindulni így a fejembe, hogy konkrétan hova szeretnék menni, hanem tényleg mondhatni, ez a hobbim, hogy ezzel kelek, ezzel fekszem, hogy nézem a repjegyeket, a lehetőségeket, és azért ami olyan árban van, vagy ami megtetszik, az arra lecsapunk. Utaltál apukádra, ilyen utazós család voltatok? Tehát mentél a szüleiddel, vittek titeket is, vagy téged? Igen, nagyon szerencsés voltam ilyen szempontból, mert sokat mentünk, még kiskoromban is, de akkor nyilván teljesen más jellegű utakra. Tehát mikor még kicsik voltunk, akkor van egy húgom, és így négyesbe anyukámmal meg apukámmal jártunk, főleg tengerpartokra, meg ugye olyan helyekre, ami gyerekeknek is élvezetes. Aztán később jött ez, hogy szeretek inkább felfedezni, nem pedig csak pihenni. Nyilván néha az is kell, meg az is néha jól esik az embernek, de nem szeretem úgy pipálgatni az országokat, hogy mondjuk Egyiptomba meg Törökországba is járt már az ember, de amúgy azt se tudja, mi van az országban, mert ugyanazt a tengerpartot meg 5 csillagos hotelt látta csak belőle, de mondjuk egy isztambuli meg kairói részt nem. De ez emberfüggő, ki mit szeret. Számon tartod, hogy hány országban jártál már? Egyébként nem, most biztos össze tudom számolni, de nem, és amiatt sem, mert nekem annyira nem számít, tehát nem azért megyek valahova, hogy kipipáljak egy országot, mert lehet, hogy valaki mondjuk járt csak 10 országba, de az 40 utazás volt, valaki pedig csak 3-ba, de az 3, tehát egy országot is, ha többet meglátogat az ember, inkább így az utazásokat, amiket számolom meg, amiket szeretek, az nem kizáró ok, hogy már voltam egy országba, és oda nem megyek vissza, de egyébként a múltkor pont beszélgettünk erről a párommal, és 35 körüli országot számoltunk össze. Egyetemistának is simán kinézlek. Tehát mikor mondod, hogy egyetemista korodban kezdődött ez a... Ja, hát egyébként 24 éves vagyok, szóval annyira még nem durva, csak már 2 éve végeztem. Még azt tisztázzuk, hogy te ugye többes számba beszéltél, amikor az utazásokról beszéltél, mindig többen mentek, pároddal, barátnővel, vagy egyedül utazol?
Ez teljesen változó, az egyedült leszámítva, mert olyan még csak egyszer fordult elő. Azt annyira nem szeretem, nincs kivel megosztani az élményt, de ez nagyon változó, hogy kivel megyek, hogy család, barátnők vagy a párom, teljesen vegyes. A párommal egyébként kevesebbet, mert neki kötött az ideje, ő nem tud akármikor jönni. Engem meg ez nem tart vissza attól, hogyha meglátok valami jót, akkor szerezek magam mellé valaki mást. Hogy csinálod azt, hogy ennyire időfüggetlenül tudsz utazni, mit dolgozol? A munkám az nyilván az ebbe a fő kérdés helyhez kötött, tehát nincs home office nálunk, hanem bejárós az egyik munkahelyemnél, mert egyébként most jelenleg többféle dologgal foglalkozom, de viszont, tehát hogy nálunk nincs ilyen, hogy kötelező zárás, vagy bármi, ami befolyásolná bármilyen szezon a szabadságokat, bármikor el lehet menni. Ha elfogy a szabadság, akkor ugye fizetetlen szabadságra is bármikor el lehet menni, meg ha befér a laptopom, akkor igazából, ha elviszem, akkor tudok dolgozni bárhonnan, szerencsére. Még mielőtt rátérnénk Szaúd-Arábiára, beszéljük meg, szerintem sokakat érdekel, hogy hogyan, mi módon lehet olcsón utazni, ugye ez a fő törekvésed, hiszen így tudsz eljutni sok helyre. Az világos, hogy nem viszel feladós bőröndöt, hiszen ettől hátizsákos turizmus. Ez, hogy beférsz egy fedélzetre felvihető hátizsákba, de egyébként mi kell ahhoz, hogy így viszonylag alacsony büdzséből ki tudj hozni egy ilyen egzotikus utat, mint mondjuk Szaúd-Arábia? Hát igazából rengeteg utána járás, ugye az egyértelmű, hogy nem utazási irodával megyünk, és hogy nem veszünk semmilyen segítséget igénybe a szervezéshez. Ettől sokan óckodnak, vagy az idegen nyelv ismeret hiányában, vagy pedig egyéb okokból, vagy nem tudják, hogy hol keressék a dolgokat. Igazából, hogyha tiszta vagyunk azzal, hogy milyen fapados cégek vannak, azok melyik országban, melyik kontinensen működnek, és azokat folyamatosan nézegetjük, akkor a repülőjegyen is lehet ugye nagyon sokat spórolni, az az első. Ha az olcsó és jó árba van, de most ilyen 20 000 forintos retúrjegyekről beszélek, tehát tényleg nagyon, nagyon jó árba szoktak lenni. Szaúd-Arábiában csak a példakedvéért 6 000 forint volt oda-vissza a repülőjegy Budapestről, és ez egy 5 órás út, és mindig csak ilyeneket igyekszünk kifogni. Nem könnyű, tehát tényleg mindig résen kell lenni, de ahogy mondtam, ezzel kelek, ezzel fekszem, és így azért egyszerű, ha ez a hobbija az embernek. A második a szállás, hogy azt ugye lecsekkoljuk. A Bookingon, Airbnb-n igazából bárhol lehet ezeket megnézni, vagy akár közvetlen a hotelnek az oldalán is. De hogyha ezt az ember magának intézi a repjegyet és a szállást, és nem utazási irodán keresztül, aki ugye nyilván, hogy megéljen rárak ezekre, akkor már nagyon sokat lehet spórolni, meg a szálláson is egyébként. Azért kultúrált helyekre szoktunk menni, tehát nekünk is vannak nyilván igényeink. Viszont ha jó helyen van, és van egy kultúrált saját fürdőszoba, meg egy szoba, akkor nincs szükség, vagy sose semmi másra igazából. Főleg, hogyha ez egy városnézős, vagy kirándulós út, és tényleg csak aludni megy az ember a szobába. Autót szoktunk még bérelni, meg a költőpénzen lehet rengeteget spórolni, ami megint csak teljesen egyénfüggő. Szóval szerintem sokaknak azon a fejében, hogy azért, mert elutaznak, akkor napi háromszor kell étterembe enni, meg akkor meg kell adni a módját. De ez attól függ, hogy mi a cél. És a költőpénz az nagyon egyéni, azon rengeteget lehet spórolni, főleg a kaján. De most nem nélkülözésre kell gondolni, csak nem eszeveszett költekezésre. Nem mondjuk étterembe mentek, hanem jó egy street food ételt gyorsan bekapni valahol útközben. Persze, pontosan igen. Igen, meg hát az adott országnak is függ nyilván a helyzetétől, hogy éppen olcsóbb, drágább helyre megyünk. Sokszor egyébként, ha csak a görög szigeteket nézzük, vannak ezek a felkapott ismert görög szigetek, és nagyon sokan nem tudják, hogy még van mellette másik 20, ahova ha elmennek, akkor harmadáron lehet megszállni, étkezni, stb. Csak azért, mert azok mögött nincs egy brand, hogy az mondjuk a Mykonosz, vagy a Rodosz, vagy ilyenek. Így is lehet, de egyébként nincsen semmi titka, hogyha az ember magának szervezi, és folyamatosan keresi a lehetőséget, akkor simán össze lehet hozni. Nagyon-nagyon kevés pénzből. Melyik utad volt, amilyen extrém low budgetból kijött, tehát amire úgy büszke vagy, hogy hú, hát ez másoknak bizony lehet, hogy többszörösébe került volna, de te meg tudtad oldani. Most áprilisban voltunk Montenegróban, ami ilyen nevetségesre sikerült ilyen szempontból. Ott is 7000 forint volt a retúrjegy. Ugye nem veszünk se ülőhelyet, se pedig bőröndöt, így tényleg annyi is marad amennyi. A szállás pedig 30 000 forint volt a három éjszakára két főnek,
és ez egy tengerpartra néző erkélyes kis, nem is kicsi, hanem egy 60 négyzetméteres apartman volt, teljesen jó, és az autót is béreltünk, mert Montenegróba érdemes egyébként. Mi Ulcsinyba laktunk, az a déli parton van, és felfedeztük az országot autóval, ami szintén 30 ezer forint volt az autóbérlés. Mi olyan helyeket keresünk, ahol nem kérnek hitelkártyát, és ezért kaució sem volt, minden rendben működött, és így, hogyha per főre lebontottuk ezt a kis négynapos kiruccanást, akkor a szállás, repülőjegy és autóbérlés az 40 ezer forint volt per fő, tehát két darab 20 ezerest rak az ember az asztalra, és akkor azt mondja, hogy abból oda-vissza megvan Montenegró szállással, meg autóval repjeggyel. Nyilván még a költőpénz itt rájön, de hát az meg nagyon egyéni. Viszont ez április volt, nincs ott olyankor senki, nem főszezon, tehát nem is fürdésre való idő. De ez az, ami most a legfrissebb, és ez tényleg, ennyit az ember elkölt egy hétvége alatt itthon is, vagy bárhol. Biztosítást szoktatok kötni? Európán belül nem kötünk biztosítást, viszont hogyha másik kontinensre megyünk, akkor általában igen. Ennek az egyik oka, hogy van EU-s TB kártyánk a legtöbbünknek, akikkel szoktam menni. A másik meg, hogy annyira tényleg sokat meg sűrűn megyünk, hogy most már felülni a repülőre és egy óra alatt ott lenni Olaszországba, vagy bármilyen másik országba, kiugrani egy hétvégére, visszajönni, olyan sokszor csinálunk ilyet, hogy már nem érződik különbnek, mint leugrani, nem tudom, Siófokra vagy Győrbe, és úgy van, hogy oda se köt az ember biztosítást, szóval eszembe se jut. De hogyha Európán kívül megyünk, vagy messzebb, és ott nincs az EU-s TB kártyánk, plusz nem ismerjük az országnak a helyzetét, akkor szoktunk. Van valami csomagolási trükköd? Hogyan lehet elférni egy hátizsákba? Mondom, azért ez nem egy nagy, tehát ez egy közepes méretű hátizsák. Igen, ez egy normál hátizsák, ugye, amit a Wizzair is, meg a Ryanair is felenged a fedélzetre. Annak megvan a mérete. Igazából nincs trükköm, tehát nem, ha erre gondolsz, akkor nem rendeltem senyiről vákumzsákot, vagy pakolós rendszerezős dolgokat, vagy ilyesmiket. Mindenhol van szinte mosási lehetőség, meg nyáron könnyebb sokkal. Most is egy hétre voltunk, és ugye kisebbek a ruhák is, szóval mosás nélkül kijöttünk az egy hét alatt kényelmesen. Télen ezt azért nem feltétlen lehet megcsinálni egyébként, szóval bebecsúszik egy-két bőröndös út is, főleg, hogyha hidegebb van és nagyobb ruhákat kell vinni. Meg az, hogy nem viszek hajvasalót, vagy egyéb ilyen felesleges dolgokat, de nem kell semmi extra dolgot bepakolni, csak amit muszáj. Van olyan, amihez ragaszkodsz, ami mindig minden utadon ott van veled? Jó, hát a fogkefén kívül. Hát a tisztálkodási szereken kívül, meg a ruhákon kívül az égvilágon semmi. Nem ragaszkodom tárgyakhoz érzelmileg. Nincs. Egyébként mindenhova repülővel mentek? Vagy van olyan, hogy autóba ültök és úgy indultok neki, mondjuk itt Európán belül? Nincsen, legalábbis még nem volt rá példa, és ennek az az oka, hogy ez a 10 000 forint alatti retúr repülőjegyek, ezek annyira megérik még úgy is, hogyha kint esetleg olyan helyre megyünk, ahol célszerű autót bérelni, hogy egyszerűen az üzemanyag meg a pályamatricák többe kerülnek, mint a repjegy oda-vissza, emiatt nem is érné meg autóval menni. Szaúd-Arábia nem egy tipikus turista desztináció, ugye elég zárt ország volt sokáig az utóbbi években nyitott így a turisták felé. Hogyan jött az ötlet, vagy adódott egy olcsó repülőjegy és ezért, vagy ez cél volt, hogy oda elmenjetek? Azért nem volt cél, mert én nem is tudtam, hogy lehet már menni, mert az ország 2019. szeptemberében nyitott ki, akkor kezdett el turista vízumokat kiadni, és egyébként ez a Korona hercegnek a műve, ez az ő rendelkezése volt. Előtte egyáltalán nem lehetett az országba menni, maximum valami munkavállalói vízummal, vagy pedig vallási okokból, ugye, hogyha a muszlimok elvándorolnak a Mekkába, akkor őket ugye, ha jól tudom, beengedték. De turizmus céllal egyáltalán nem lehetett az országba menni, emiatt ez nem is volt egy cél, mert nem is gondoltam, hogy ez valaha eljön. És akkor kinyitottak 19 szeptemberébe, viszont a Covid miatt ugye nem sokkal később bezártak, aztán most megint megnyitottak, és én onnan szereztem tudomást róla, hogy lehet menni, igazából a Wizzair által, mert van egy programjuk a szaudiaknak, aminek az a neve, hogy 2030 Vision program. Ők szeretnék ennek a keretein belül a turizmust felfejleszteni, meg brutál beruházásokat csinálnak,
és egy csomó törvényüket így átírják, például a nőkre vonatkozóan is. Szeretnének, ha lehet ezzel a szóval fogalmazni, így eldubajosodni. És emiatt három helyre is leszáll a Wizz náluk. Volt egy tárgyalás, és akkor így megegyeztek, hogy a Wizz Air indítson közvetlen járatot Budapest és Szaúd-Arábia között, megy Jeddába, Riádba, meg Dammámba. És a szaúdi kormány támogatja is őket, emiatt nagyon olcsók a repülőjegyek, hiszen ez egy 5 órás út, tehát magától értetődő, hogy nem kéne, hogy 3000 forintba kerüljön, mert az tényleg elképzelhetetlen, hogy bárhogy is megéri, viszont ennyibe kerül. Egyébként most a Budapest Dammámról beszélek, az a legolcsóbb, bármikor nézi az ember egész évben maximum 15000 forint a odafele út. És ugye a Wizz Air applikációját böngésztem, meg ugye olvasom is a híreket, hogy indul Szaúd-Arábia, és amikor láttam, hogy ennyire olcsó, akkor nagy lelkesen meg is vettem. Viszont utána szembesültem azzal, hogy a vízum az, hát az nem ingyenes, mint ahogy a legtöbb országban, hanem olyan átszámítva 43000 forint per fő, és így már a repülőjegyhez, ha ezt így belevesszük, akkor mégsem annyira olcsó oda az eljutás, viszont ez egy évre szól, és bármennyiszer be lehet lépni az országba ez alatt az egy év alatt. Szóval úgy megéri, hogyha az ember átszállásra használja. Egyébként nekünk is ez volt a cél, mert úgy voltam vele, hogy Szaúd-Arábiával még egy kicsit várjunk. Dubaj volt a cél, mert Szaúd-Arábia, pontosabban Dammám, Abu Dhabi, Wizz Airrel szintén, az 6000 forint standard egész évbe. Oda is, vissza is. Tehát Budapestről 9000 forintért lehet eljutni Abu Dhabiba, ezzel a 3000-es Szaúdival, és ott egy 6000-es átszállással Abu Dhabiba. És igazából ez volt a fő indok, amiért szerettünk volna menni, mert Dubajba, meg Abu Dhabiba, úgy az emírségekbe általában nagyon drágák a repülők, és ez a 18000 forint oda-vissza, ez azért így elég csábító volt. Viszont akkor megláttam, hogy ilyen sok a vízum, akkor gondoltam, azt ne hagyjuk veszni, és nézzük meg az országot, hogyha már a vízumot kifizetjük. Így indult az egész. Hogyan készültél fel, mennyire olvastál utána? Tehát, hogy tudtad-e, hogy hova mész, mire számítottál? Ez volt a legérdekesebb benne, hogy semmit nem tudtam, és annyira nem találtam senkit, aki ott járt, hogy ezért nem volt információm. Próbáltam olvasgatni, tájékozódni, mint ugye mindig, de nagyon-nagyon kevés információ volt róla. Beléptem Facebookon egy szaúdi csoportba, ott is próbáltam kérdéseket feltenni, de nem sok sikerrel sajnos. Amíg rá nem találtam egy blogra, egy fiú mesélt arról, hogy 19-ben, amikor kinyitott Szaudi, akkor ők már rá egy hónapra elmentek a barátnőivel. És hát mi úgy indultunk ki erre az útra, hogy eléggé meg voltunk ijedve, mert mondom, jártam már korábban ilyen viszonylag érintetlen, nem tömegturizmusos országokba, például a szomszédos Ománba is, ahol szintén csak nem találkoztunk turistával. Tehát nagyjából tudtam, mire számítsak, de mikor olvasgattunk róla, akkor kicsit azért megijedtem, mert Bookingon próbáltam szállást foglalni. Dammámban összesen 52 szállás volt fent, és mindegyikre kivétel nélkül ráírtam, hogy fogadnak-e minket a párommal, nem házasként. Mire mindenkinek az volt a válasza, hogy nem, mert hogy a törvény szerint nem aludhatunk egy szobába, ugye, nem házasként. Viszont én azt olvastam, hogy 19-ben, amikor a turista vízumokat kiadták, akkor ezt megszüntették, és turista vízummal érkezőek, viszont lehetnek egy szobába, hiszen ugye semmi értelme nem lenne, hogy nyitni akarnak, meg jöjjön mindenki, de közben meg nem rugalmasak. És hiába hozták be ezt a törvényt, ugye a szállásodon múlik, hogy fogad-e vagy nem, és a legtöbben nem fogadtak. Még mindig furcsa volt ez az embereknek. Úgy válaszoltak, hogy érződött abból, ahogy visszaírták, hogy hát biztos, hogy nem fogtok itt egy szobába aludni ketten, hogy rendesen furcsa volt nekik még a kérdésem is. Meg abban az utazóblogban azt olvastam, hogy a barátnő, akivel kimentek, neki be kellett pipálni a vízum kérelemnél, hogy vállalja, hogy hijabot hord az út teljes ideje alatt, és ő például olyan élményekről számolt be, hogy mikor hazaértek, nem láttak nőt az úton, a barátnőjéhez nem szólt hozzá senki, nem szívesen látták őket a szálláson, és csomó ilyen hasonló érdekes dolog. És hát emiatt vittünk is ki egyébként egy ilyen kis aranyosan megszerkesztett házassági szerződést, hát ha lesz rá szükség, de végül egyébként nem volt, mert teljesen más tapasztaltunk, és olyan ütembe fejlődik az ország, így ez alatt a 2,5 év alatt is, hiába egy covidos 2,5 év volt, tehát enyhén szólva nem volt túl nagy turizmus az országba. És mégis annyit fejlődött az idő alatt, amilyen tapasztalatok vannak a nyitás óta,
meg akik most mennek frissen, hogy elképesztő. Tehát, hogyha ez ilyen ütemben fog fejlődni, akkor aki még bármilyen érdekességet szeretne tapasztalni, még most gyorsan menjen, mert nagyon-nagyon durva, hogy mennyire más már ehhez képest. Szóval kételyekkel mentünk ki, és egy kicsit féltem, hogy most akkor ez hogy is lesz, hogy nagyon nyitni szeretnének, de közben meg semmit sem lehet. Aztán végül mindent lehetett. Na de végül hogy találtatok akkor szállást, ha mindenki nemet mondott? Lefoglaltam egy szállást, és úgy voltam vele, hogy majd lesz valami, és hogy hát, ha nem kérik el a szerződést. Tehát nekik nem fetted fel, hogy ti nem házasok vagytok, vagy nem kérdezted meg, hogy mehettek-e nem házasként, hanem egyszerűen lefoglaltad és kész. Igen, mivel annyi visszautasítást kaptam, ezért féltem, hogyha egy olyan helyre megyek, ahol már leírtam nekik, hogy nem vagyunk azok, akkor esetleg nem engednek be. Így utána csak foglaltam egyet találomra, és tőlük nem kérdeztem semmit, csak mentünk. Most mielőtt beszélgetni kezdtünk, egy kicsit utána olvastam, és azt olvastam az úti kritikán, hogy azt látták, akik oda utaztak, hogy ott a helyi hölgyek sem feltétlen hordják ezt a fekete leplet, sőt, még van, akinek a haja, arca sem volt eltakarva, meg bemehettek nyugodtan kávézóba, tehát, hogy ilyen teljes értékű állampolgárként észlelték ott a nőket. Te mit láttál ebből, mi volt a tapasztalatod? Én teljesen más láttam ehhez képest, de ez attól függ, hogy az ember melyik részén van az országnak. Mi Dammamba szálltunk le, és ott elmentünk Al-Kobar, meg Al-Hofu fölfele, az egy kicsit délebbre van, meg ilyen vidéki településeket is megnéztünk, hogy lássuk az ország igazi arcát. Viszont biztos vagyok benne, hogy aki Riadba vagy Jiddába megy, biztos, hogy teljesen más tapasztal, és ez itthon is, meg minden országban így van, hogy Budapest teljesen más, mint egy Nógrád megyei kis falu. Más a felfogás is, és mások az emberek is. Mi senkit nem láttunk a kis burka nélkül. Ez fura is volt, mikor leszálltunk, akkor elsőnek egy nagyon régi részen kezdtünk egy piacon. Lehet, ez nem volt annyira jó ötlet, és egy kicsit városiasabb környezetbe kellett volna így aklimatizálódni, mielőtt nekiindulunk a vidéknek. Mert ilyenkor ez mindig egy ilyen útnak az eleje, kicsit komfortzónán kívül, és kell egy-két nap, mire az ember megszokja ezt a közeget. Mi egy darab nőt sem láttunk burka nélkül, nemhogy a haját fedetlenül, senkivel nem találkoztunk az egész út alatt, aki fehér lett volna, vagy akár csak turista. Mi voltunk az egyetlenek azokon a részeken, ahol mi mászkáltunk. És ez azt hozta magával, meg biztos, hogy ők is kevés ilyet látnak, mert szinte kivétel nélkül mindenki súnyiba fotózgatott minket, meg videózott minket, és ezt egyébként tapasztaltam már más országban is, viszont ott sokkal közvetlenebbek voltak, tehát Ománban is például fotózgattak, de ott odajöttek megkérdezni, hogy csinálhatnak egy képet, meg ott nagyon közvetlenek voltak. Itt azt láttam az embereken, hogy még annyira új nekik ez a turizmus dolog, hogy itt nem annyira közvetlenek, barátságosak, meg beszédesek, barátságosak, meg egyébként nagyon biztonságos az ország, de nem annyira közvetlenek, és hogyha mi megyünk oda hozzájuk, akkor nagyon kedvesek, és nagyon-nagyon érdekeseket lehet velük beszélgetni, de ők egy kicsit visszahúzódóbbak. Szóval ez nagyon érdekes volt, hogy tényleg egy-két nap kell, mire az ember hozzászokik, hogy a szőke hajammal, meg nyilván én is be voltam öltözve, de nem volt rajtam semmi abaja-szerű dolog, hanem a saját ruhámban voltam, csak mindenem hosszú volt értelemszerűen, de viszont a hajam meg az arcom kint volt, és így nagyon, mondom, nagyon néztek, nagyon fotózgattak, nagyon furcsa volt nekik, viszont miután oda mentünk hozzájuk beszélgetni a piacon az árusokhoz, akár nőkhöz, férfiakhoz, utána az ember kicsit megnyugodott, hogy nagyon kedvesek és nagyon vendégszeretőek. Ugye itt a lányoknak, a nőknek csak a szemük van kint, ez országfüggő, meg tradíciófüggő. A szomszédos Ománba, ott általában a hölgyeknek az egész arcuk kint volt, viszont itt Szaudiba csak a szemük látszik ki. Ezáltal, hát ez egy kicsit nekünk ijesztő így európai szemmel, mert nem látszik semmilyen interakció az arcukon, hogy most mosolyognak, vagy mit csinálnak, ezért volt megnyugtató hozzájuk szólni, odalépni és beszélni pár szót, hogy megnyugodjunk, hogy egyébként kedvesek. Volt alkalmunk az egyik helyen beszélgetni nagyon-nagyon sokat a vallásról, a nők helyzetéről és egyebekről is, és ott is nagyon sokat meséltek ezekről a ruhákról. Meg még kérdezted az éttermeket, meg kávézókat. Itt nagyon sok nő van az utcán, és ugyanúgy éttermekben, kávézókban, McDonald'sban, mindenhol látni nőket. Viszont, hogyha
olyan étteremben vagyunk, ami kicsit egy modernebb részen található, akkor ugye ők úgy esznek, hogy minden egyes falatnál felhajtják a kis anyagot, ami ott van az arcuk előtt. Ez néha elég ijesztő is volt, hogy az ember csak két ilyen világító fogsort lehet kikandikálni az alól. Így fagyíznak, így eszik a sült krumplit, viszont minden étteremben van az a lehetőség. Gondolom a vallásosabbaknak, a konzervatívabbnak ezek a kis family részlegek. Hogyha bemegyünk egy McDonald'sba, az is úgy néz ki, hogy ilyen kis, hát mintha próbafülke szerűségek lennének asztalok helyett, és akkor a családok oda be tudnak ülni, magukra húzzák a függönyt, és akkor ugye a nők ott tudnak nyugodtan étkezni, mert a család előtt már ugye levehetik a fejük előtt lévő anyagot, ami akadályozza őket az evésben. És hogyha valahol egy étteremben egy ilyen mondjuk nem volt szabadon, akkor volt, hogy egy család arrébb állt. De szerintem biztos, hogy akik írják, hogy látnak nőket mondjuk utcai ruhában meg fedetlen fejjel, ők egyrészt biztos, hogy nem muszlim nők, vagy hogyha igen, akkor sokkal lazább vallási felfogással, vagy pedig nagyvárosokban. Mert Riadban egész biztos, hogy más a helyzet, azt én is láttam, viszont nekünk arról nincsen tapasztalat, meg mi direkt egy kicsit kevésbé felkapott vidékiesebb helyre szerettünk volna menni. Itt egyáltalán nem ez volt a tapasztalat, itt úgy néztek ránk, mintha még sose láttak volna fehér embert, és valószínű így is van, mert mikor beszélgettünk velük, akkor a 99%-ra az volt jellemző, hogy még egyáltalán nem jártak az országon kívül. Nekik ugye nagyon komoly cenzúra van, mindenféle applikációkat tekintve is nem használhatnak, meg nem láthatnak akármit. Az első mozi is egyébként a nyitás óta nyílt meg, és előtte elég keményen cenzúrázták a filmeket is, Netflixet is, stb. És most kezdenek el lazulni. De egyébként, ha csak Dubajt vesszük példának, egy 20 éve, vagy nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy több, hogy az emírségek is ilyen állapotban volt. Nagymamám volt ott még tényleg egy 20 évvel ezelőtt, és akkor hasonlóakat mesélt, mint amilyenek nekem a szaúdi élmények. Szóval nagyon gyorsan egy ország tud változni, megfejlődni, és Szaúdi is ezt szeretné. Hát Dubajban már ugye alkoholt lehet kapni, már fürdőruhába járkálnak az emberek az utcán, már szinte Európa, ahogy az működik. Szóval elvileg itt Szaúdinak is ez a célja. Most itt nincsen egy turistának program lehetőség, tehát itt ez nem úgy néz ki egy ilyen utazás, mint egy európai városba, vagy egy amerikai, vagy bárhol, hogy eltervezi az ember, hogy na akkor mi a mai program, meg a holnapi, mert itt egyszerűen ők még annyira az elején vannak, hogy nincsenek ilyesmire berendezkedve, hogy az ember ott programokat tudjon csinálni. Egy turistának nincs hova menni, nincsenek programok, ott az tud lenni a program, hogy merre szeretne az ember így kirándulni aznap, melyik várost, falut szeretné megnézni, és maga a feeling, amit ott kap az ember, hogy ennyire más, hogy ennyire más, hogy alakul ki egy hely, a helyiekkel való beszélgetés, ott ugye nincsen tömegközlekedés, de még csak járda sincsen az úton, de ez nagyon sok arab városban így van, és tök érdekes, hogy mennyire máshogy alakul ki egy ország, csak mondjuk az éghajlata miatt. Emlékszem, ez a járda dolog, ez nagyon fura volt még pár évvel ezelőtt az első ilyen arab országomban, hogy miért is akarnának járdát építeni, ami arra van, hogy az utcán az ember sétáljon, hiszen hogyha 40 és 50 fok között van a hőmérséklet egész évben, akkor senki nem akar az utcán sétálni, nem erre vannak berendezkedve. Tök érdekes volt, hogy minden étterem és minden autópálya melletti kávézó az drive és autós. Soha nem szállnak ki a kocsiból, még egy ATM-hez se. Minden úgy van kialakítva, hogy ők azt a klímás autóból elérjék. Még ezer másik ilyen dolog van, csak hogy azt akarom ezzel mondani, hogy teljesen más, mind a kultúra, az emberek, az, hogy az ember egy olyan érzéssel jön el onnan, ami mondjuk ezerszer többet ad így a végére, mint mondjuk egy Dubaj, vagy bármilyen másik felkapott település, mármint nekem, mert valakinek ez nem komfortos. Viszont hiába nincs ott mit csinálni, milyen program lehetőség, csak mászkálni is, és így az ember magába tudja szívni a kultúrát, meg mindent. Mégis valahogy sokkal érdekesebb. Meg már egyre kevesebb ilyen érintetlen ország van, szóval szerintem, akit bármennyire is vonz, érdemes még most elmenni. Már most is ilyen pusztulat meleg volt, mert én is olvastam, hogy 40-50 fokok vannak már így június. Igen, június elején voltunk, és egyébként meleg volt nagyon, ilyen 35-39 fok, viszont a páratartalom az teljesen más, emiatt nem érződik annyira melegnek, tehát nem az az izzasztó, fullasztó, meleg, ilyen magas páratartalommal, hogy tényleg az ember 5 percet sétál az utcán és leveri a víz, hanem nagyon száraz a levegő, és emiatt egyébként sokkal kellemesebb, de nagyon sétáltunk mi se kint ezáltal, hogy nincs nekik semmiük, ami szabadtéri.
akik ezek a beszélgetések érdekelnek, hogyan kerítettetek rá alkalmat, kikkel beszélgettetek? Mi mindig mindenhol mindenkivel próbálunk egyébként beszélgetni, ilyen helyen meg főleg. Könnyű dolga van az embernek egy ilyen helyen, mert mindenki nagyon kíváncsi, ők is ugyanúgy kérdeznek tőlünk. De főleg a piacokon, meg boltokban eladókat a legkönnyebb megszólítani, legyen az nő vagy férfi, bár a nők sokkal visszahúzódóbbak voltak. Valószínűleg ez amiatt van, mert tényleg mondom, még 2,5 évvel ezelőtt, aki volt kint, ő még egyáltalán nem látott nőt az utcákon, most pedig pont visszament, és mondta is, hogy meglepődött nagyon azon, hogy tele volt, és hogy dolgoznak, és hogy autót vezetnek, és mindenféle. Szóval emiatt szerintem egy kicsit ők visszahúzódóbbak, viszont a férfiakkal lehetett abszolút beszélgetni. És bárki, bolti eladó, étterembe, egy ott dolgozó. De akivel sikerült sokat beszélgetni, az Dammámban volt egy múzeum az arab történelemről, vallásról, meg mindenféléről, és oda benéztünk, egy étterem is van az aljába, és ott sikerült beszélgetni 3 férfival, és még fel is ajánlották, hogy bármi van a fejünkben, nyugodtan kérdezzünk. Ő egyébként egy viszonylag világlátott férfi volt, ő Amerikába is tanult, és járt már Oroszországba is. Ez tényleg nem volt jellemző a szaudi lakosságra, mert szinte bárki, akit kérdeztünk, azt mondta, hogy sose volt még országon kívül. Ő viszont ugye, hát Amerika, ott biztos látott mindenfélét. Mondta is, hogy nagyon érdekes volt neki, de tőle kérdeztünk. Egy ilyen 3 órát voltunk ott, és beszélgettünk vele. A vallásról beszélt egy órát, az minket kevésbé érdekelt, és nagyon részletekbe menően mesélt az iszlámról. Viszont a végére azért is volt hasznos ez a része is, mert pont megegyeztünk, hogy milyen barátságos vallásnak tűnik így elmondások alapján, és ugye az ember a tévéből, meg egyéb ilyen hírszerzési portálokról nem ezt szűri le. A másik része pedig mesélt nekünk az oktatásról, hogy már a nők is járnak iskolába, hogy ingyenes egyébként náluk az oktatás, az egyetem is, mesélt a történelemről. Például nem is tudtam, hogy 1932 óta van ez a szaudi ház, az uralkodó, akik ugye öröklődik a trón, mindig apáról fiára száll, de hogy 32 előtt én nem is tudtam, hogy nem volt még ilyen formájában a Szaúd-Arábia, ami ugye 90 éve volt, tehát ez egy egész friss dolog. Azt is mesélte, hogy van nekik a törvényrendszerük, és nekünk meg ugye a legtöbb kérdésünk a nőkre és az öltözködésre vonatkozott, és meg is jelent a felesége, és mondta is, hogy na itt van a feleségem, szóval kérdezzetek tőle bármit. Meg is ragadtuk az alkalmat, egyébként nagyon kedves volt a hölgy, felemelte az anyagot az arca előtt, ránk mosolygott vissza, hajtotta, szóval biztos, hogy ők valamennyivel modernebbek, és kérdeztük, hogy nem sül meg, nem kényelmetlen, hogy van ez, nem rossz, és mondta, hogy egyébként semmilyen törvény, se vallási szabályozás nem írja elő, hogy nekik ezt kötelező hordani, hiszen ha belegondolunk, akkor más muszlim nők is abban vannak, amiben akarnak, ez országfüggő, ugye ha Törökország belmegy az ember, ott is a lányok normális átlagos ruházatban vannak, csak a hajuk és a mellkasuk van ugye eltakarva sállal, tehát ez ország függő. Mondták, hogy náluk ez alakult ki, és mutatta is, hogy egy tök modern kis mom jeans volt alatta, H&M-es pólóval, mondta, hogy itt otthon abban van, amiben akar, ők is vásárolnak ruhákat, csak amikor az utcára kimennek, ugye, akkor kell nekik felvenni a kis hijabot. Azt mondta, hogy egyébként egyáltalán nem zavaró, mondta, hogy még kellemes is a 40 fokba, hogy szellős a ruhája, meg azt mondta, hogy ami a kulcs, hogy ő így szokta meg, és nekem szegezte a kérdést, hogy én, hogyha hazajövök, és ilyen burkába kéne az utcára mennem, kellemetlenül érezném magam. És mondtam neki, hogy hát persze, hát itt senki nincs abban, mindenki nézne. És erre mondta, hogy hát akkor képzeljem el, hogyha ő kimenne farmer pólóba, hát mindenki nézné, neki is ugyanolyan kellemetlen lenne, tehát mondta, hogy nem vágyik rá, hiszen nem lenne egy kellemes érzés. Mondta, hogy így nőtt fel, ezt látta maga körül, amióta él. Ez így tök érdekes volt, mondta, hogy ez nem kényszer, nem kell őket sajnálni, így szokták meg. És kérdeztem, hogy a kisgyerekeknek nem rossz, amikor már ugye el kell kezdeniük viselni ezt a burkát, mert egyébként a kislányok ott is ilyen kis habos-babos rózsaszín kis mini szoknyacskákba szaladgáltak, és hogy nem rossz-e a váltás, amikor eljön ez az idő. De mikor jön el? Ezt nem tudom pontosan, viszont mert én régen azt hittem, hogy akkor, amikor férjhez mennek, és ezért is van az a kifejezés, hogy bekötik az ember fejét, és hogy akkor kerülj rájuk, de nem, mert már sokkal fiatalabb lányok, 10 évesek is, tehát
11-2 ránézésre éves lányok is viselték ezeket. Szóval én úgy gondolom, hogy talán amikor a sertődőkor megjelenik, de ezt nem tudom pontosan egyébként. És azt válaszolta a nő, hogy azt képzeljük el, hogy az ő kislánya folyamatosan kérdezgeti tőle, hogy mikor viselhet már olyan burkát, mint az anyukája, mikor veheti már fel ő is azt, mert hogy mondta, hogy egyszerűen ez a nagylányos ott azt látja, hogy minden felnőtt ebbe járkál, olyan akar lenni, mint az anyját utánozza, és én ezt úgy tudom elképzelni, hogy mint amikor mi kislányként itthon az anyukáink magas sarkujába rohangáltunk, ők nekik ott az a nagylányos, és azt várják már, és semmi negatívumot nem kapcsolnak ehhez. Mi biztos, hogy kapcsolunk hozzá, mert el nem tudom képzelni. És egyébként rajtuk is látszik, hogy azért nagyon durván próbálnak önkifejezni, hiába csak a szemük van kint, de mindenkinek tele van strasszkővel, csillagokat rajzolnak rá, szemceruzával, szóval látszik, hogy amiük kilátszik, legyen az egy táska, cipő vagy a szem, azt nagyon túltolják, szóval biztos, hogy vágynak az önkifejezésre, de náluk ennyi, ami ezt lehetővé teszi. Azt mondta, hogy egyébként el tudja képzelni, hogy idővel a burka lekerül róluk, de azt mondta, hogy szerint ez egy nagyon lassú folyamat, és mondta, hogy ők még azt is megnézik, ha valaki nem fekete, hanem mondjuk egy sötét zöld, vagy egy sötét lila van, és már az is annak számít, hogy hú de modern, meg hú de bevállalós valaki, és akkor szerintem utána majd esetleg a szemük helyett az arcuk lesz kint, stb. Tehát ezek biztos, hogy nagyon apró lépések, ha egyáltalán akarnak ilyet. De most, hogy ők is ugye utazgathatnak, voltak is nagyon sokan velünk a repülőn Abu Dhabiba menet, és pont az járt a fejembe, amikor leszálltunk, hogy ott már azért volt mindenféle sortos, fürdőruhás, szőke, barna, fehér, mindenféle, hogy vajon mit szólnak, akik esetleg most először jönnek ide, de biztos, hogy ők is elkezdenek világot látni, biztos, hogy felnyílik a szemük sok mindenbe. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a vége, meg érdekes, hogy ennyire be voltak zárva, és hogy ők vajon ezt hogy élik meg, arra kíváncsi lennék még. Igen, ez egy érdekes kérdés lenne, hogy mit szólnak, hogy most itt jönnek a szőke, szép, fiatal magyar nők arra fele. Ott poligámia van. Erről is volt szó, pont a vallásos résznél, még az egyik férfi mutatta is a Koránba kettő idézést ezzel kapcsolatban, mert mi is kérdeztük, és jól megfogalmazta a srác, mert azt mondta, hogy minden vallásban vannak szélsőségek, és ez náluk is így van, nem mindenki egyformán éli meg és értelmezi a vallást. Maximum 4 feleségük lehet egyébként a férfiaknak a törvény szerint, viszont mondta, hogy a modernebb háztartásokban ezt már egyáltalán nem követik, és abszolút mindenkinek egy felesége van, és még mondta is, hogy az ő feleségének biztos válók lenne, hogyha ő kitalálná, hogy szeretne egy második feleséget. Nem minden esetben tud elválni. A férfi bármikor elválhat, én úgy tudom, viszont a nő nem mindig. És egyébként mutatott 2 idézést a Koránból, és ez arról szól, hogy tehát egy háború utáni helyzetben Mohamed próféta valami ilyesmit írt le a Koránba, hogy tedd boldoggá a nőket, 2-t, 3-at, 4-et, valami ilyesmi idézés volt benne, és akkor majd azt magyarázta nekünk ez a férfi, hogy ezt azért mondta Mohamed próféta, mert a háború után nagyon sok férj ugye meghalt sajnos, és a nők egyedül maradtak, ezért kellett őket felkarolni. És mondta, hogy ez arra az időszakra, meg egy hasonló helyzetre vonatkozik. De hogy ezen kívül, ha minden rendben van az országban, akkor szerintük ez nem érvényes. Sokan ezzel magyarázzák, hogy nekik 4 feleségük lehet, hogy benne van a Koránban ez a pár mondat. De ő azt mondta, hogy ezt Mohamed próféta azért mondta, mert hogy mondom, a háború után nagyon sok férfi meghalt, és hogy így ennek a kompenzálására. De mondta, hogy ezt ilyen hétköznapi helyzetben szerinte nem kell figyelembe venni, és hogy ezzel a legtöbben így is vannak. De láttunk egyébként férfiak a több nővel mászkálni az utcán. Van olyan, amit nem tehetnek meg nő létükre? Tehát valamilyen durva korlátozás? Az, hogy durva van-e, azt nem tudom, és most igyekeznek nagyon sokat eltörölni, ami eddig volt. Például ugye nem szavazhattak, nem vezethettek autót, nem lehetett vállalkozásuk. Nekünk azt mondta, akivel beszélgettünk, hogy ez az egyik királynak a rendelkezése volt, mert arról is szó volt, hogy a törvények azok főleg a Koránt veszik alapul, és hogy az uralkodónak ezeket el kell fogadnia, és hogy ez alapján uralkodnak, de hogy vannak, akik saját törvényeket hoznak, és az egyik uralkodó hozta ezt a sok nőket korlátozó törvényt, például, hogy nem szavazhatnak,
nem vezethetnek, nem lehet vállalkozásuk, és stb. Viszont mondta, hogy mióta a mostani uralkodó van, ezek mind el lettek törölve. Viszont ezek nagyon frissek. Ő ott nagyon fényezte egyébként a nőknek a helyzetét, meg az egész országot ezzel kapcsolatban. Viszont neki valamennyire ez volt ezen a helyen a dolga. Szóval mi ezt utána azt beszéltük, hogy elosztjuk majd kettővel, amit mondott, mert nagyon jól hangzott, viszont amiket olvas az ember, azzal összeférhetetlen. Konkrétan erre nem tudok válaszolni, hogy most a nőknek van-e valami durva, amit nem csinálhatnak, és mi ezen meglepődünk. Viszont biztos vagyok benne, hogy közel sem úgy kezelik őket, ahogy az nekünk megszokott. És biztos, hogy ez is függ vidéktől, fővárostól, hogy modern részek, kevésbé modern részek. Mi is láttunk olyan nőt, akinek még a szeme sem volt kint, ugye ez is egy szélsőség, erre is rákérdeztünk. Ők általában szegények az utcára sem mehetnek, nagyon sok ilyen berácsozott ablakot láttunk, azt mondta ez a férfi, hogy van, ami sajnos emiatt van. Rengeteg könyvet lehet olvasni erről, hogy onnan, hogy menekülnek el a nők, és ezek nem olyan régi sztorik. Én szerintem ennek még nagyon sokat kell fejlődnie, de igyekeznek, az biztos. Ami még érdekes volt, az az érintkezés, hogy ott egyébként kávéztunk, teáztunk, meg datojával kínáltak, és a párommal után, amikor távoztunk, akkor kezet fogtak. Én is nyújtottam a kezemet, de tudtam, hogy egyébként ebből nem lesz semmi. És ott mondta is a srác, hogy ne haragudjak meg, de ő nem érhet hozzám, mert akkor a párom megsértődik. És akkor mondtam nekik, hogy hát nem sértődik meg, mert nálunk ez nagyon máshogy van. Ők korábban mesélték, hogy ők férfi és férfi között, ők arcra puszival üdvözlik egymást, és akkor felcsillant a szemünk, hogy hát ez nálunk is így van, meg hát igazából szinte mindenhol, nagyon sok helyen, és ezen teljesen meg voltak lepődve, hogy nem már, hát ők azt hitték, hogy ez csak az ő nemzetük csinálja. És mondtuk, hogy nem, sőt, képzeljétek el, és akkor itt a kézfogásnál eszembe is jutott ezt mondani nekik, hogy nem csak, hogy kezet fogunk nő a férfivel, de ugyanúgy mi is üdvözöljük egymást arcra, puszival fiúk meg lányok is, akár egy baráti társaságon belül, és mondom, higgyétek el, senki párja nem csinál ebből ügyet, mert ez így a természetes. És ezen teljes megdöbbentség, úristen, tényleg. És egyébként ők is kérdezték, hogy ha már ennyire kérdezősködök a ruhákról, mi mit hordunk, mert nagyon megmaradt neki, hogy mikor Amerikába tanult, akkor a tüntetéskor látott félmeztelen nőt, és ezen nagyon ki volt borulva egyébként, ezt többször elmondta, hogy ő még ilyet életében nem látott, és hogy neki ez volt egész Amerikából a legmaradandóbb élmény, és akkor is mondtam neki, hogy mi egész kicsi ruhákba járkálunk nyáron, de ez nem azt a célt szolgálja, hogy itt vagyok, nézzetek meg, hanem egyszerűen csak így a praktikus, mert rohadt meleg van. És mondtam, hogy nem kell semmit mögé képzelni, és még kérdezte is, hogy nem néznek-e nagyon az utcán, és mondtam, hogy azért nem, mert az itteni férfiaknak ez normális, tehát hogy senki nem lepődik meg egy crop topon, vagy egy farmer shorton, csak ők ugye, mert nekik ez fura. És érdekes volt, mert nagyon le voltak döbbenve egy-két dolgon, amiket mi meséltünk. Tehát az arckifejezésüket látni kellett volna, tényleg nagyon meg voltak rajta döbbenve. Ugye hatalmas az ország, hatalmas, fel nem fedezett, biztos gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező helyek vannak, de ez a nagyváros meg vidék szélsősége, ez a legdurvább. Már most nagyon várom, hogy visszamenjek Jeddába, vagy Riádba, vagy bármi nagyvárosba, mert biztos, hogy nagyon jól össze lehet hasonlítani ezt a külső részt azzal, mert én is olvasok ilyeneket, hogy már nem ennyire úgymond különleges, meg tradicionális egy nagyváros, mint ez a rész, ahol mi voltunk. Lehet, hogy ott világlátottabb, meg ilyen téren fejlettebb emberek, meg populáció van. Az, hogy ez egy gazdag ország, ez mennyire látványos, hogy szóval mennyire jön át neked turistaként, hogy sok pénzük van az embereknek. Gondolom, az autókon látszik. Mindenkinek nagy autója van, azon is látszik, de nem is az embereken, inkább az országon. Az, hogy mindent is megvilágítanak, mindent hűtenek, az utcát is klímázzák. Nagyon kevés kiülős hely van, mert ugye bent szeretnek lenni a légkondiba, de hogyha van egy étteremnek, vagy esetleg egy tengerparti helynek kiülős része, akkor biztos, hogy egy csomó klíma van kint, ott a homokban a tengerparton, és az utcát hűtik. Az egész építészeti kultúrán látszik, ahogy tényleg csak az utak, meg a világítások meg vannak csinálva, hogy brutál sok pénzük van. Meg én azt vettem észre, hogy még azon látszik nagyon, hogy vannak ugye azok az arab országok, amiben mondjuk tartozik Marokkó, Egyiptom, Tunézia,
vagy akár Jordánia, az úgymond nem annyira gazdag, vagy akár szegényebbnek is mondható arab országok, meg ez a emírségek, Omán, Szaúd-Arábia térség, és nagyon látszik itt az, hogy mondjuk egy egyiptomi légkörben nagyon nyomulósak mondjuk egy bazárban, meg nagyon borravaló orientáltak, egy kicsit rámenősebbek a turistákkal. Itt pedig, tehát főleg az emberek viselkedése az, ami a helyieknek a hozzáállása, ami nagyon szembetűnő, hogy ezekben a gazdag arab országokban ez egyáltalán nem tapasztalható. Maximum tényleg az ilyen nagyon piacos részeken, Dubajban is egy helyen. De még annyira az ország gazdagsága talán amiatt nem látszik, mert még ezek a beruházások folyamban vannak. De ugye az egyik, hanem a legnagyobb kőolaj kitermelő, mindenhol olajfúrótornyok voltak a sivatag közepén, biztos, hogy rengeteg pénze van az országoknak, és hát hogy azt tudjuk, hogy rengeteg van. De hogyha ilyesmire gondolsz, mint hogy mondjuk Dubajban az ember áll, leesik a sok felhőkarcolótól, meg csillogástól, luxustól, magas épülettől, akkor itt ez még nincsen. Riádnak láttam, hogy van egy része, ami már úgy halad e felé, de egyébként nem. Tehát, hogy nem az van, hogy az ember kiáll az utcára, és azt, amennyire luxi, meg csillogós minden. Azon látszik, hogy nem spórolnak semmin, sem munkaerőn, se semmin. Rengeteg vendégmunkás van, valami 9 millió, miközben ők vannak 21-2 millióan, tehát hogy így arányaiba iszonyú magas a vendégmunkások száma. Inkább ilyenre gondoltam, hogy milyen árak vannak az üzletekben, milyen az áru, bőség, ruha üzletekben voltatok, vagy láttatok ilyesmit? Igen, voltunk 2 plázába is, ilyen brutál nagy plázák vannak. Nagyon vicces, a ruhaüzletek azok úgy néznek ki, a női ruhaüzletek, hogy európai szemmel ugyanaz, de amúgy nyilván nem ugyanaz, a burka a fekete színbe tömötten áll az üzletbe, és olyan, mintha ugyanabból a ruhából lenne 1000 darab bent, de közben mondjuk van rajta valami csillogós, vagy csipkés beütés, vagy bármi, de nekik ugyanúgy van mondjuk egy H&M-jük, meg egy csomó olyan ruhaboltjuk, ami itthon is megtalálható, hiszen ugye otthonra ők elég divatosan öltözködnek. Az árak pedig nagyon szép volt mindenhol a választék, főleg egyébként Amerikát majmolják mindenbe, Hamburger, Mackey, Dunkin Donuts, Starbucks, az utcák ezzel vannak tele, és a plázákban is ilyen nagy étteremlátók vannak, Cheesecake Factory, meg hát ilyeneket szeretnek, ilyen amerikai beütésű minden. Az árak egyébként nagyon jók, abszolút olyan árban van, mint itthon minden, mondjuk egy élelmiszerüzletben, hanem olcsóbb, ezeken egyébként meg is lepődtünk, mert a fizetésekről is beszélgettünk, az pedig sokkal magasabb az itthonihoz képest. 600 ezer körül van, hiszen az átlagfizetés. Milyen különleges ételt ettetek? Kóstoltatok-e valami helyi nevezetességet? Azért nem, mert ahogy néztem az teremkínálatot, nem is nagyon van. Tehát olyan, hogy szaudi étel, az ugyannyira nem volt sehol. Maximum ilyen tipikus arab ételek voltak. Nagyon sok volt az iraki, iráni, libanoni étterem. Tehát ezeket szeretik. Megmondom, a legtöbb az amerikai volt. Hogyha volt esetleg más nemzetnek az étterme, akkor olyan, mint itt mondjuk egy magyaros étterem, vagy magyaros ételek, vagy mondjuk, hogy egy olasz konyha, így nincs saját konyhájuk, én azt vettem észre. Maximum ilyen ilyen általános arab ételeket lehetett enni. Mi volt a legkülönlegesebb élmény? Persze így gondolom, hogy az egész az volt, de mi az, amit így ki tudnál ragadni, ha csak egy dolgot kellene? Igazából nem egy sztori, hanem maga a feeling. Az, hogy egy olyan érdekes érzést ad az embernek egy olyan országba mászkálni, ahol minden máshogy alakult ki a kultúra, az öltözködés, és tényleg minden egyéb. És ott az ember nem is tudom, milyen furcsaságnak számít az, hogy fotózgatják az embert, meg hogy ennyire különlegességnek számított egy európai ember. Ez nagyon érdekes érzés, és igazából ez az érzés az, ami szerintem a legérdekesebb egy ilyen országból hazaérve, meg nekem a legjobb élmény az volt, mikor tudtunk beszélgetni egy pár órát ezzel a párral, mert nagyon érdekes volt, amiket meséltek, hogy mennyire vendégszeretőek voltak, hogy behívtak és megkínáltak minket, meg nagyon-nagyon kedves volt egyébként mindenki. Mit tapasztaltál? Milyen a közbiztonságot? Nagyon jó, sőt, az egyik legjobb. Az az érdekesebben, hogy pont ezt beszéltük azzal a férfivel is, akitől tudtunk kérdezősködni. Kérdezte, hogy hányan kérdezték tőlünk, hogy félünk-e
mikor jöttünk az országba, és mondtam, hogy hát szinte mindenki. Tehát, hogy Szaúd-Arábia, nem féltek, miért oda, hogy mi vonz ebben. És kérdezte, hogy ha Európán belül megyünk egy városba, például Párizsba, akkor ki kérdezi, hogy félünk-e? És mondtam neki, hogy hát senki, mert nyilván senki. És mondta, hogy ez milyen érdekes, nem? És akkor erről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen egyáltalán nincs semmi félelmetes ebben, és sokkal, de sokkal jobb a közbiztonság, mint mondjuk egy európai Párizsban. És egyszerűen az ismeretlen az, amitől félünk, nem pedig azért, mert jogos. Párizsra, ha már ez van felhozva példának, ugye a rengeteg bevándorló miatt, meg már előtte is, egyébként pont kint lakik egy ismerősöm, aki most jött haza, és ez volt a legfőbb indoka, hogy hazajött, mert hogy minden sarkon szinte áll ilyen bűnözőszerű alany, és hogy nem érzi magát biztonságban. És tényleg most decemberben voltunk ott, szóval még az is valamennyire friss. Tényleg így van, hogy egy kicsit ijesztő, vannak olyan kerületek, ahova nem érdemes menni, meg már éjszaka az ember kicsit feszélyezve érzi magát így az utcán uralkodó helyzet miatt. És itt viszont, annak ellenére, hogy mennyire konzervatívak, ha az ember messzelenül mászkálna hajnal 3-kor Szaúd-Arábiába az utcán, akkor se történne semmi, és nagyon-nagyon jó a közbiztonság. Szóval remélem, hogy eloszlik majd az emberek fejébe ez, hogy arab ország akkor félni kell tőle, azért, mert érintetlen, nagyon-nagyon biztonságos, és tényleg csak az ismeretlentől félünk, nem pedig azért, mert jogos. Ismeretlentől meg, amit te is mondtál, hogy valahogy az iszlám vallással összekapcsolódik a terrorizmus. Igen, abszolút. Egyébként, mikor a vallásról volt szó, akkor ők is pont kérdezték, hogy tudjuk-e, mit jelent az, hogy Allahu Akbar, mert hogy már biztos hallottuk sokszor, és akkor mondtuk, hogy nem. Mondták, hogy azt jelenti, hogy Isten jó, és hogy igazából ugye ezt használja fel az Al-Qaida is, meg egy csomó terror szervezet, és mondta, hogy ez nekik nagy szívfájdalmuk, hogy azért, mert az ő vallásuknak a szélsősége ez, ezért azt összekötik velük. Egyébként minek köszönhető ez a nagyon nagy közbiztonság? Mi az oka, hogy ilyen rend van és fegyelem? Hogy annyira szeretik az emberek a királyt is, mindenki. Tehát nem az a helyzet, mint bárhol máshol, hogy vagy igen, vagy nem. Úgy ugye nincs is lehetőségük dönteni, mert ugye öröklődik a trón, de hogy mindenki szereti, mindenki elfogadja, ami mond, az mindenkinek megfelel, plusz mindenki nagyon vallásos, és a vallás az előír ugye bizonyos dolgokat. Ezért is mondtam, hogy mikor meséltek egy órán keresztül arról, hogy mik a fő pontjai az iszlám vallásnak, akkor utána arra jutottunk, hogy mennyire barátságos. Azért, mert olyan dolgok szerepeltek benne, meg olyan dolgokat mondott el, ami csupa pozitív tulajdonság, amit egy embernek követni kell, és hogyha ők e szerint élnek, és ezt követik, már pedig nagyon szigorúan betartják, tehát egy olyan országban, ahol halálbüntetés jár az alkoholfogyasztásért, ott ugye kénytelenek is betartani, de annyira a vallás szerint élnek, hogy igazából úgymond, csúnyán mondva, kötelező nekik kedvesnek, meg jónak lenni egymáshoz. Én úgy gondolom, hogy emiatt. Én azt olvastam, hogy elég erős a rendőri jelenlét, ebből tapasztaltál bármit? Egyébként sok volt a rendőr, abszolút. Az utolsó kérdésem, hogy hová szól a legközelebbi repülőjegyed, megvan-e már? Megvan, igen, de ez most nem lesz semmi érdekes. Bulgáriába megyünk a Sunny Beach-re pont amiatt, hogy most egy kis pihenés is jöjjön. Most ez egy családi út lesz, viszont össze majd India, ami nagyobb falat lesz, egy kicsit szeretnénk körbejárni az országot. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.